Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai napon, április 16-án az Anyaszentegyházunk Szubíró Szent Mária Bernadettet, a Lourdi látnokot tiszteli meg. Ma van ennek a szentnek az emléknapja. Maga a Lourdi jelenés 1858. február 11-én történt, és 18 alkalommal jelent meg a Boldogságos Szűz Mária, mint szeplőtelen fogantatás ennek az egyszerű lourdi lánynak, 13-14 éves korú volt, és egy szerény képességű, és ezt nem bántásként mondom, de sokszor az Úristen ilyen egyszerű lelkeket választ ki, hogy közvetítse Isten az ő szent akaratát, és hogy belenyúljon az emberi életbe. Egy alig ismert település volt Lourdes. Bernadettnek az édesapja Molnár volt, de elszegényedett család volt, sok küzdelmük volt, és 1858. február 11-én ment ki rőzsit gyűjteni Bernadett, és ott a Lourdi barlangnál megjelent a Boldogságos Szűzanya. És aztán hát természetesen a jelenések hullámaként Bernadett apáca lett, és elzárták Növer nevű jó messze Lourdes-tól, ez a város lett otthona Bernadettnek egy apáca kolostorban, és itt élte egyszerű életét állandó zaklatások között, mert hisz mindenki gyötörte, hogy hogyan is történt az a jelenés ott Lourdes-ban. És egészen fiatalon, mindössze 35 évet élve teljesítette földi küldetését, és az életszentség hírében halt meg 1879. április 16-án. Ami érdekes, hogy teste épen van, magam is láttam, amikor egy zarándokúton eljutottam Növerbe, valóban megrendítő a látvány, hogy ennek az egyszerű hölgynek, apácának a teste épen van. Izaiás próféta könyvéből szeretnék idézni, ezeket írja Izaiás próféta: örülj Jeruzsálem, és újjongjatok ti is, mind akik szeretitek, örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta. Amint az anya vigasztalja gyermekét, úgy vigasztalak én is titeket. Jeruzsálembe leltek vigasztalást. Kedves nézők, ezek a ószövetségi sorok, amit egyébként a Lourdi évfordulón szoktunk felolvasni vigasztalásként, úgy erősíti bennünk, már az ószövetségben is felhangzik tulajdonképpen egy reményteli ígéret, hogy amint az anya vigasztalja a gyermekét, vigasztalak én is titeket. Hát hittel valljuk, hogy a Boldogságos Szűz Mária az ég édesanyja, nekünk keresztény embereknek a hitben anyánk, a Krisztus követőknek, és ahogy egy édesanyja tényleg az emberi földi képből látjuk, hogy megvigasztalja saját gyerekeit, meg a gyermekei barátait, természetesen ugyanúgy az égben üdvözült Boldogságos Szűz Mária is a legkülönbözőbb helyeken történt jelenések nyomán az egész egyháznak és az emberiségnek nyújt vigasztalást, és hát mindig vannak ilyen látnokok, mindig vannak kiválasztott személyek. Hát ma azt a Szubíró Szent Mária Bernadettet tiszteljük meg, ünnepeljük a liturgiában, aki a maga egyszerűségében, de mégis az Isten kiválasztása nyomán részese lehetett ennek a rendkívüliségnek, hogy Szűz Mária Lourdes-ban 18-szor megjelent. Ő volt a kis közvetítő, aki aztán apácaként, fiatalon elhunyt és szentként tiszteli az Anyaszentegyház. Kérjük mi is az ő égi közbenjárását, kérjük a szűzanyáit is, meg Bernadettét is, hogy segítsenek nekünk a mindennapi földi életünkben Jézus nyomán haladni. Amen.